Citera Muzsikától volt hangos a sóstói múzeumfalu, ahol a pásztorok világába pillanthattak bele az érdeklődők. Idén már negyedik alkalommal szervezték meg a pásztor forgatagot a nyíregyházi skanzenben. 2020 óta ez is szerves része a hagyományőrző rendezvényeknek. A társadalom nagyon nagy becsben volt a valamikori falu közösség életében, hiszen akik az állatok nyelvén, a természettel együtt tud élni, az nagy tudós volt, és azt gondolom, hogy ezt a tudást próbáljuk mi továbbvinni, illetve azt a nemzedékről nemzedékre szálló tapasztalást, amit ők átadtak egymásnak, azt szeretnénk itt bemutatni. Hát 24. órában vagyunk, tehát azért a pásztor munka, mint olyan a nagyvárosban nem jellemző, de azért hál' Istennek még vannak olyan emberek, főként itt a tőlünk nem annyira távol lévő hajdúságban, Hortobágyon, akik még űzik ezt a szakmát. A hajdúságból is érkeztek táncosok a múzeumfaluba. A debreceni népi együttes idősebb tagjai még sok csikós pásztorral találkoztak, akiktől eltanulhatták a táncokat, és a legfinomabb pásztorételek elkészítésének módját is volt kitől ellesni. A pásztorok világa ugye nagyban összefügg ugye az állattartáson kívül ugye a gasztronómiával is, és készültünk egy nagyon finom pásztoréttel, a slambuccal, és még aki szereti a birka pörköltöt is elhoztuk. Reméljük, hogy mindenkinek ízleni fog. Emellett ugye a népi együttesnek a repertoárán lévő pásztortáncokkal is készültünk, lesz egy kis csikós verbunk bemutató, kanásztánc bemutató, ezekből tanítás is lesz majd később, és majd szeretnénk a gyerekeknek egy ilyen bojtár avatást is csinálni, így reméljük, majd mindenki jól érzi magát. A sóstói múzeumfalut más településekről is szívesen látogatják a vendégek. Kivált kép egy olyan autentikus rendezvényen, mint a pásztorforgatag. Sokan rendszeresen visszajárnak ide. Nagyon szép, tehát többször visszajöttünk már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, Nyíregyháza különösen tetszik, Sóstó az csodálatos, rengeteg minden épült, fejlődött, mióta itt voltunk, uta, kerékpár utak, tehát tényleg jó érzés látni, hogy fejlődik az ország. Itt meg ez a skanzen gyönyörű, tehát azok a népi hagyományok, amit itt rácsodálkoztunk csikós bemutatóra, olyan kézműves vásár, ami a párját hétkétja. Szóval jó ezt nézni, nekünk nincs ilyen, nekünk inkább a szőlőborhoz kötődő hagyományaink vannak. A pásztorok életét bemutató rendezvényen nem ér véget a szezon a sóstói múzeumfaluban. Őszi szünetelővel várják az óvodásokat, iskolásokat és a családokat. November 11-én pedig a hagyományos Márton napi vígasságokkal zárja kapuit a skanzen.